már a stúdióban a Sasa Candela csoport táncosai, most nézzünk meg egy kis bemutatót. Hasta que se amanece, donde se vuelve un buen domingo, un buen motivo para la caldosa. Un don toma la pelota y de repente mete un honrón. Se fue la ola. Por eso me gusta Puerto Rico, porque Puerto Rico es donde más yo gozo. Vacílalo, gózalo, óyalo, gózalo, boricua, bajo. Un mesero suele ser un para donde quiera. Y si prefieren antología, de un artefacto del año 40 y una botella y se formó la fiesta. Con una lata se formó la orquesta. Sin vanidades ni protocolo, son muy sencillos y un poquito locos. Por eso me gusta Puerto Rico, porque en Puerto Rico es donde más yo gozo. Vacílalo, vacílalo. Megkérném táncosokat, köszönjük a bemutatót, hogy fáradjanak át egy beszélgetésre, és ők talán meg tudják mondani, hogy mi a különbség a portorikó és a kubai szalsza között. Most melyikből láthattunk részletet? Ez egy kubai tánc volt, méghozzá a Rueda de Casino névre hallgató táncforma. Kubából származik ugye ez a tánc. Ez a táncforma a kaszinó stílusnak a fő jellegzetessége. Mi az a kaszinó stílus? Kezdjük ott. Ehhez szerintem több idő kellene, majd akkor egy következő alkalommal elmondom. A puerto ricói stílus, hogyha áttérhetünk erre, az viszont vonalon táncoljuk, nem körön. Tehát a szalszának azt mondhatom, hogy rengeteg stílusa van, rengeteg féleképpen lehet táncolni. Egy laikusnak melyiket könnyebb megtanulni? Én szerintem a kubait. Kubait. Kubait, laza csípő mozdulatok, laza válmozdulatok, könnyed játék, tehát nincs szükség annyira nagy technikai tudásra. Igaz, hogy önöket is a szalsza hozta össze? Igen, egy magántanárt kerestem annak idején, és jól sikerült a magánóránk, úgy látszik. Úgyhogy igen. Mi ez az őrület most a szalsza iránt, hiszen akkora divat lett. Mi az, amit az emberek ennyire megszeretnek, szinte ragályos? Én mondhatom, hogy 13 éve táncolom, és innen-onnan hallottam mindig, hogy egyszer ennek vége lesz, és akkor majd úristen, mit csinálunk. Soha nem gondolom úgy, hogy ennek vége kell, hogy legyen. Ez egy örömteli tánc, amit az emberek szerintem arra használnak, hogy ugye minden napokból egy kicsit kilépjenek, és boldogabb perceket éljenek meg, úgyhogy én szerintem ennek soha nem lesz vége. Milyen korosztály megy egyáltalán a tanfolyamon? Teljesen vegyes, tehát vannak ilyen tizenéves diákjaink is, például tavaly is két iskolával dolgoztunk így együtt, tehát az elég fiatal korosztály volt, ilyen 10 és 16 év körüliek. De egyébként teljesen vegyes, tehát van 80 éves tanítványunk is, tehát így pont ezt szeretnénk így kialakítani, nem korfüggő, nem attól függ, hogy van előképzettséged vagy nincsen, tehát igazából az utcaembere is tudja táncolni bármilyen feltételek nélkül. És mi van akkor, hogyha valakinek nincs párja, akit el tudna rángatni egy ilyen tanfolyamra? Erre ők járnak a legjobban. Erre azt szoktuk
kitalálni. Ugye itt a tánccsapatunk majd a második részben lehet látni, hogy egy kisebb csapat összegyűlt így az elmúlt évek során. Ilyenkor a fiúkat bedobjuk a lányoknak, a lányokat a fiúknak, úgyhogy hát ez egyfajta társkeresési lehetőség is? Megoldható az is, igen. Vannak, akik már egymásra találtak így, úgyhogy igen. Igen. Ez a tánc azt mondják, hogy kifejezetten segít a nőiesség kifejezésében, ennek megtalálásában. Hát ez nagyon nehéz, mert szerintem nem a tánc az, ami igazából a legnagyobb gátunk, hanem önmagunk. Tehát így azt látom, hogy mindegy, hogy milyen táncról van szó, most szalszáról, jazzballetről vagy társas táncról. Igazából szerintem a mai világ, hogy elfelejtettünk nők lenni. Tehát igazából én azt látom, hogy el kell tenni a lányoknál vagy a hölgyeknél egy fél évnek legalább, amire először elmernek oda jutni, hogy mondjuk maguktól megcsinálják egy mozdulatot, és ne én utánam a tükörbe. És még akkor is tele gátlással, és mondjuk ez ott kezdődik, hogy így ülünk, így állunk, tehát az első néhány óra semmi másról szinte nem szól, csak a tartásodról. Tehát nagyon nehéz az, hogy mire eljutunk oda, hogy te tényleg ki tud fejezni azt, hogy nő vagy, az egy hosszadalmasabb folyamat. Tehát, hogy a mai világnak köszönhető vagy sem, azt nem tudom igazából, de nagyon vissza van szorítva ez a női én mostanában. Tehát amennyire látod az utcákon, hogy igen, a smink és hogy kinn a poci és a fenék és stb., ez a táncban abszolút nem. Tehát ott annyira előjönnek a gátlásaid, ez mondjuk férfi-női oldalról igaz. Igen, azt szerettem volna kérni, hogy a férfiaknál is tulajdonképpen van egy ilyen probléma. Ugyanez. Nekünk ugye problémát okoz a vezetés néha. Meg hát, hogy mi elnyomjuk őket ugye az életbe, és ezáltal a táncba sem mernek ők vezetni, nehéz. Úgyhogy nehéz. De azért sikerül átlépni néhányunknak, úgyhogy ez az első mondatunk, hogy ez a 60 perc most a férfiről szól, és ő vezet, tehát ezt el kell fogadni, előtte, utána mindenki azt csinál, amit szeretne, de ez most a férfi vezetése, de ez nehéz. Hát kívánom, hogy minél több embernek segítsenek, hogy magára találjon. És most következzen a szalsza. Yo soy el que te